Felkerült a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe az EGRI Fertály Mesteri Testület. Az elismerést Budapesten a volt Honvéd Főparancsnokság épületében a Kulturális Örökség napjai programsorozat megnyitóján vehették át. A korábban hagyományos közigazgatási rendszert a méltatás szerint kizárólag Egerben ápolják. A hagyományok megőrzéséért vésték bele nevüket a jegyzékbe az EGRI Fertály Mesterek, akik 1996-ban élesztették újjá a régi szokást. Én úgy érzem, hogy a újkori 20 éves munka gyümölcse vagy koronája ez a mai nap. Mindenképpen folytatni akarjuk azt, amit elkezdtünk, folytatni akarjuk az 1931-es testület alapítás értékeinek megőrzését, és mindenképpen a közösséget szeretnék minél jobban kiteljesíteni. A fertálymesterek mellett felvéste nevét a jegyzékbe a Ceglédi Kossuth Kultusz, a Magyar Szombatfai Fazekasság, a Selmeci Diákhagyományok és a Balaton-Endrédi Vercsipke készítése is. Az elismeréseket a Kulturális Örökség napjának megnyitóján vehették át a kitüntetettek. Elsimon László, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára köszöntőjében kiemelte, civil összefogás nélkül lehetetlen volna épített örökségünk megóvása, hiszen a közösségek összefogása élteti a hagyományokat és gondozza emlékeinket. Hoppá Péter kultúráért felelős államtitkár hozzátette, a hagyományok iránti érdeklődés egyfajta reneszánszát éli, a fiataloknak pedig nagy szükségük van a történelemben gyökerező iránymutatásra.